A koszorúzás előtt beszédet mondott többek közt Szabó László, a Békés Csabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium tanára, és felléptek a Kazinczy Általános Iskola tanulói gitárzene kíséretében. A Mártír visszatér, hol magyar él, hol magyar fél, Nagy Imre visszatér. November 1-én deklarálja Magyarország semlegességét és a Varsói Szövetségből való kilépését. November 4-én megtörténik, aminek nem szabadott volna megtörténnie. November 4-től november 22-ig a jugoszláv követségen él. Majd a Kádár kormány ígéreteiben bízva kijön, és a szovjetek letartóztatják, és a Bukarest mellett is Nagovba szállítják. A koszorúzással egybekötött emlékezés Nagy Imre és társai kivégzésének 59, valamint újratemetésük 28. évfordulója alkalmából rendezték. Arról, hogy miért fontos emlékeznünk a volt miniszterelnökre, arról Szabó László beszélt. Mi lehet az 59. évfordulón az üzenete a magyar történelem enne történetének? Itt állunk Nagy Imre szobra előtt, aki sohasem tagadta meg magyarságot. Az internacionalizmus keretein belül is a magyar társadalom jobb létét tartotta mindig az elsődlegesnek. Szocializmust akart, de máshogy. Erőszak nélkül. Ezért volt ő reménysugár 56-ban, és lett szimbólum 89-ben. A műsort követően a résztvevők elhelyezték koszorúikat, valamint az emlékezés virágait, majd egy-egy mécses meggyújtásával zárták a megemlékezést.